Tavaly ekkor tájt, Samsung Galaxy S22 bejelentésekor nagyon szerettem, hogy zöld színkamera kisállatportré üzemmódja volt legkomolyabb újítás benne majd amikor. Megjelentést teszteltük tovább komolyan. Kiderült, hogy valójában egy Android iPhone lett. Ez elég komoly dicséret. Eltelt egy év, itt a következő generáció. És nincs igazán ok cinikusnak lenni az S23 családdal kapcsolatban. A világ legnagyobb telefongyártója rendesen humanizálta magát. A trükk nem igazán bonyolult. Csupán arról van szó, hogy a telefon két legfontosabb alkatrésze a mindenki más számára elérhető csúcs technológiánál. Jobban használható, viszonylag egyszerű dolguk volt a kamerával, vagyis a kameraérzékelővel, hiszen ők maguk gyártják és egyszerűen nem adták oda másnak. Az okos telefonok kameráinak szenzorai piaca viszonylag tiszta volt az elmúlt években. Gyakorlatilag Sony, a Samsung és kínai Omnivision uralja. Nos, a Samsung most rukkolt elő egy új szenzorral, az ISOS LHP2-vel, ami egyrészt 200 megapixeles felbontású, másrészt 16 pixeles információból képes pixelt alkotni, ami kisebb felbontást, de sokkal jobbat ad, minőségi kép, különösen gyenge fényviszonyok mellett. A másik hasonló csatatér processzoroké. Itt is van három igazán nagy szereplő. Az Apple, amelynek processzorai csak iPhone-okhoz érhetők el. A tajvani MediaTek, amely az olcsó szegmensre fókuszál. És Qualcomm, amely mindenkit ellát. A Samsung itt sokáig saját fejlesztéssel próbálkozott. Exynos csippekkel, ami a kezdetektől végig kísérte a Galaxy S sorozatú telefonokat. Majd egy idő után elkezdték nyomni őket. Ki? Mivel a vállalat egyre inkább áttért a Qualcomm Snapdragon processzorokra. Az S23 család az első, amelyik a hazai piacra szánt verziókban is Snapdragont kapott, amellyel a Samsung szinte beismeri az Exynos vereségét. Cserébe Qualcomm-tól nem csak a jelenleg elérhető csúcsot kapják meg, hanem annak kifejezetten Galaxy-ra optimalizált és tuningolt változatát is. Ez a Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ami valamivel magasabb óra jelen ketyeg, mint a tavaly novemberben bejelentett egyszerű 8 Gen 2. Ez tehát a Galaxy S23 család nehéz fegyvere. De gyorsan fussuk át a többi technikai paramétert is. Szokás szerint három modell lesz. Az alap S23, az S23 Plus, amely valójában csak méretében és teljesítményében nagyobb, és a csúcsmodell S23 Ultra, 6,8 hüvelykes. Az Ultra mindenféle extra trükköt, nagyobb felbontású kijelzőt és S Pent is kap. Gorilla Glass Victus 2 borítja a kijelzőt. Ez az első telefon, amivel van, és állítólag minden eddiginél tartósabb lesz. A selfie kamera 12 megapixelesre nőtt. Apple úgy érezte, ideje elszakadni az iPhone 14 fő 12 megapixeles kamerájától. Különben most kinevetnék, hogy a Samsung hátul annyi megapixeles, mint iPhone-ban. Az eleje, az újonnan bejelentett készülékeket rövid ideig volt lehetőségünk tesztelni. Az első benyomások mindenképpen pozitívak. Az ultraszögletes kialakítása kiemelkedik lekerekített testvérei közül, de egyáltalán nem érződik féltéglának, ahogy az ilyen méretű telefonok szokták. Az pedig, hogy világbajnok 200 megapixeles optikát hol és hogyan zsúfolták a készülékbe. Misztikus rejtély, nyoma sincs manapság általánossá vált hátlapi nagy boom kamera szigetnek. Ha a három lencse esetleg 1 mm-re kinyúlik a telefonházából, akkor sokat mondok.
és ebbe még 10x-es optikai zoom is belefért. Aminél nem lehet megúszni a mozgó objektíveket ezt tükrös megoldással. Fekve passzolták telefonba. A kamera a gyakorlatban egészen figyelemre méltó dolgokat produkált. Egy ablaktalan, félsötét raktárban, csukott ajtóval lefotóztam vele az asztal alatti sarokban. És olyan képet produkált, mintha felkapcsolták volna a villanyt. Nincs mozgás, nincsenek elmosódott részletek, érdemes lesz kipróbálni vele az éjszakai jeget. Hulló csillagokat, tűzi játékot, stb. És most mindenkinek elrontom a hangulatát, igen. Az árakról lesz szó. A három változat alapváltozatait. Vagyis a legkisebb tartaléktárhelyjel felszerelt változatokat 410, 525 és 610 ezer forintért árulják a boltokban. Emlékeztetőül. Tavaly az S22-es családnál 335, 410 és 490 ezer volt. Még egy összehasonlítás. Nagy rivális iPhone 14 széria. A normál modell alapára 450 ezer. Pro Max modellé pedig 630 ezer. Reflexből azt mondaná ember, hogy persze infláció, meg euró árfolyam plusz áfa. De amúgy Nyugat-Európában 2-300 eurót ugrott ár S22-esek óta. Vigasztaljon meg, hogy úgy néz ki. Így most tényleg extra jövőbiztos hardvert kapunk a viszonylag közeljövőben egy részletesebb. Tesztel is jelentkezünk, hogy mennyit.